Pásztorpaprikás, csalamádé, alma. Ezt ebédelték a gyerekek pénteken a szombathelyi reguli iskolában, de most a megszokott konyha helyett a szolgáltató másik étterme szállította számukra az ételt. Előző napon tömegesen jelentettek beteget az intézménybeli gyerekek és pedagógusok. Tegnap 109-en hiányoztak felnőttekkel együtt, ezek közt vannak huszan, akik ma már megjelentek az iskolában, mert lehet, hogy más jellegű problémájuk volt, amit nem tudtunk elmondani. A mai nap 52 plusz megbetegedés tapasztalható, így 130-an vannak az étkezők közül, akik távol vannak. Ez az iskolában ebédelőknek körülbelül 40 a többségük hányásra, hasmenésre panaszkodik. A népegészségügyi főosztályra azonban több helyről is érkezett jelzés. Valamennyien azonos főzőkonyháról kiszolgált étkeztetésben vettek részt, szombat, összesen szombathely négy általános iskolájában. Jelen pillanatban az ismert megbetegedés szám az 270 körüli, de hát hogy ez mindig azért változik. Lényegében tegnapról mára nagyobb megbetegedés szám emelkedés már nem volt. A betegség jellemzően enyhe lefolyású, de két gyermeknek infúziós kezelésre volt szüksége, azonban már ők is jobban vannak. Bizonytalan, hogy melyik napon került a szervezetükbe a kórokozó. Kedden csirke, és tejfölös öntet. Szerdán gyümölcsleves, tarhonyás hús és cékla volt a menü. Ezekből, de még a csütörtöki ebédből is vettek mintát a szakemberek. Sőt, a főzőkonyhán felelhető alapanyagokat és tisztító fertőtlenítőszereket is vizsgálják már Budapesten két dolog jöhet szóba, vagy maga a készült étel, vagy pedig ugye egy étel közvetítette fertőzésről lehet szó, ami akár egy egyéb mondjuk egy kalici vírus, ami valamilyen úton módon ugye az élelmiszerrel közvetítésbe, vagy közvetlen kapcsolatba került. A konyha működését egyelőre felfüggesztették. Az üzemeltető Elemen által kiadott közlemény szerint maguk a konyhán dolgozók is ebből az ebédből fogyasztottak, de azóta is mindannyian egészségesen érkeztek munkába. Ennek ellenére ők is jelentették az esetet, kérik az ügyvizsgálatát az általuk szabályosan tárolt tételek, illetve a vezetékes ivóvíz alapján. A hatóságok jövő hét elejére ígértek megbízható eredményt.